Dávid Zita vagyok, festményeim fő témája az emlékezet és a megfigyelés. Mindig is a megfigyelés témaköre volt az, ami érdekelt, előző projektjeim alatt is. Ebben az esetben a városi légkör inspirált, az abszurditást kerestem a mindennapi jelenetekben. A Friss Virágok című képemnél a természet és az épített környezet közti kapcsolatot használtam szimbólumként. 2021-ben volt ez a kép kiállítva a NAKU-ban, a Virágot senki sem akar lopni című kiállításon. A mindennapi életben olyan szimbólumokat keresek, amelyek együttesen megmutatják annak apró abszurditásait, és rávilágítanak, mit fogadunk el megszokott környezetnek. Ebben az esetben egy reptéri virágautomata a képtárgya. Az axonometrikus ábrázolás által a kép minden pontja ugyanolyan fontossá válik, és nincsen fókuszpont. Ezzel a megszokott eltérő ábrázolásmóddal feltűnőbbé válik, mit veszünk természetesnek. A részletgazdag kompozíció és aprólékos festésmód a megfigyelés fontosságára mutat rá, és ezáltal megkérdőjelezi a rutinszerű alkalmazkodást. Maga a természet alig látható, a feliratok erre az iróniára erősítenek rá.